Két éve működik az Evangélikus Roma Szakkollégium, amelynek célja egyrészt, hogy segítse a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatókat tanulmányaikban, másrészt pedig bevonják őket közéleti tevékenységekbe. A négy hazai történelmi egyház képviselői, valamint a kormány képviseletében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára 2011 márciusában állapodott meg a keresztény roma szakkollégiumi hálózat létrehozásáról. A kezdeményezés abból a felismerésből indult ki, miszerint hiányzik az a szakmailag, morálisan kettős identitásban megerősödött fiatal roma generáció, amely érti a többségi társadalom elvárásait és saját közössége szükségleteit is, és tagjai elkötelezettnek érzik magukat a párbeszéd és kapcsolat formálásában. A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyíregyházán látta adottnak a feltételeket, így a Szabolcsi megye székhelyen 2013. február 1-e óta az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával működik. Feladatuknak tekintik a Nyíregyházán működő felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára komplex szolgáltatások nyújtását, amelyek hozzájárulhatnak tanulmányaik sikeres befejezéséhez, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve a társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez. Vendégünk a stúdióban Laborci Géza, a keresztény roma szakkollégiumi hálózat elnöke. Jó estét kívánok! Elnök. Jó estét kívánok! Ugye itt a felvezetőmben azt mondtam, hogy két éve működik, de hát négy éve működik, de két éve vannak pályázati források, vagy a pályázatok indultak el két évvel ezelőtt? Igen, tehát a maga a dokumentum aláírás, hogy az 2011 tavaszán történt, az első felvételiztetés is ekkor történt, 2011 őszén, és utána a hazai forrásból ment az összes szakkollégium, és ezt követően Európai Uniós pályázatból, és ennek van most ebben az évben vége. Csak röviden egy picit az előzményekről, mi indokolta ennek a hálózatnak a létrehozását? Mi volt az, ami elsősorban önökben felkeltette ezt a fajta igényt, hogy hozzanak létre egy olyan rendszert, amiben hátrányos helyzet, és elsősorban roma fiatalokat próbálnak megsegíteni felső fokú tanulmányaikban, hiszen itt gyakorlatilag erről van szó, ugye, hogy főiskolai hallgatókat, elsősorban őket támogatnak. A szakkollégiumok azok felső oktatási intézményen alapulnak, tehát a felvételinek alapkövetelménye az lehet a szakkollégiumnak a tagja, aki felső oktatási jogviszonnyal, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Nyilvánvalóan, hogy az a társadalmi helyzet, amiben ma Magyarországon vagyunk, hozta létre ennek az ötletét, az egyik roma egyetemet végzett emberkének, Antal Istvánnak hívják egyébként, nem titok, aki ennek a ötletgazdája volt, aki ezt kitalálta, és ennek mentén indult el az a szerveződés, hogy egyrészt a hátrányos helyzetű hallgatókat, másrészt, hogy a roma szakkollégium nem csak a romákat veszi föl, hanem a hátrányos helyzetű magyar hallgatókat, és hogy egy roma-magyar együttélés legyen a főiskolákon, egyetemeken, közös programokban, képzésben való részvétel, hogy megtanuljuk annak a kultúráját, ami ma végképp hiányzik Magyarországon, hogy a romák és a magyarok azok nem egymást kiszorítani kell itt ebből a kicsinke hazából, hanem meg kell tanulnunk együtt élni. Az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak? Tehát beszéljünk egy kicsit arról, hogy hány gyereket tudtak gyakorlatilag pártfogásukba venni, tehát hányan részesei ennek a rendszernek, és milyen területeken tanulnak ezek a gyerekek, vagy hallgatók? Igen, hát ugye a minden szakkollégium, ami az országban van, az különböző. Van Budapesten a jezsuiták által működtetett, a görögkatolikusok Debrecenben, görögkatolikusok Miskolcon, a reformátusok Debrecenben, és a katolikusok pedig Szegeden működtetik, és mi evangélikusok itt Nyíregyházán. Most ugye nálunk a nyíregyházi helyzetet az befolyásolja, hogy két főiskola van, tehát a nyíregyházi főiskola és az egészségügyi főiskola, innen jöhetnek a hallgatók erre a szakkollégiumra. A kezdeti időben óvatosan 15 hallgatóval kezdtünk, hála Istennek ma az első felvételén 20 embert föl tudtunk venni, a pályázatban aztán 25-re növekedett a létszám, úgyhogy ezzel megyünk tovább, és a következő pályázati ciklusban is ezzel a 25 hallgatóval számolunk,
és ebből a 25 hallgatóból pedig 60% szükséges, hogy roma legyen, és 40% az, amelyik nem feltétlenül roma származású. Összesen be a roma szakkollégium hálózatában 130-140 főiskolai egyetemi hallgató van, de itt területi kiszorítás vagy területi feltétel nincs, csak bármilyen felsőoktatási ez tanulmány. Ez a tagság, ez egyfajta ösztöndíj lehetőséggel is jár a hallgatóknak? Tehát valamilyen anyagi segítséget jelent nekik, akár lakhatáshoz, akár tankönyvek vásárlásához, akár tanulmányok folytatásához? Így van, tehát többféle segítség van. Egyrészt van a meghatározott ösztöndíj, amelyik nyilván, hogy tanulmányi előmenetelhez, teljesítményhez, tanulmányi teljesítményhez kötött. Ennek megvannak a saját képzési területeink, tehát vannak közismereti tárgyak, vannak roma-magyar kultúrát ismertető tárgyak, és van úgynevezett spirituális modul, tehát ebből a három modulból áll össze a képzés. Ennek a teljesítéséből akkor mindenki kap, ezt biztosítani tudtuk a pályázatból, például a saját szakterületén egy tútort, aki segíti, korepetálja elő menetelét, segíti, akkor vannak mentorok, akik inkább életvezetési tanácsadással segítik a fiatalokat, mert hát akár a roma oldalról, akár a magyar oldalról érkező fiataloknak nagyon nagy szükségük van erre, és azt tapasztaljuk egyébként, hogy ez fontos és nagyon jó szolgálat. A felvezetőben én említettem, hogy, és hát remélem, hogy helyesen említettem, hogy gyakorlatilag itt a felsőfokú tanulmányok segítésén túl ugye az is cél, hogy a közéleti szerepvállalást valamilyen szinten elősegítse ezekbe a fiatalokba, és ahogy említette, a roma és nem roma együttélést próbálják meg minél jobban kialakítani, vagy legyenek példái ennek a dolognak. Ebben milyen lehetőségei vannak? Tehát milyen közéleti feladatokat tudnak ezeknek a fiataloknak adni? Azt gondolom, hogy akkor még egyet, hogy nehéz hadd tegyek hozzá, ami nagyon fontos, hogy vannak olyan fiatalok, akik viszont kifejezetten akár a saját közösségükbe szeretnének visszamenni, és ott segíteni. Akár tanárként, akár mezőgazdasági diplomával rendelkezik, vagy van, aki szülész nőként akar, és a saját közösségében tud ebben segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy legalább annyira fontos cél, hogy mintát tudjanak adni az itt nálunk végzett, a főiskolán és a nálunk végzett fiatalok, hogy igenis van kitörés, tehát hogy ma Magyarországon diplomásnak lenni, az nem zsákutca. A közéleti feladat az nyilvánvalóan, hogy egy hosszabb távú feladat, mert azt gondolom, hogy akik nálunk végeznek a szakkollégiumi hálózatba, ezeket a fiatalokat mi próbáljuk arra nevelni, hogy felelősek vagyunk mindannyian a köz dolgaiért, vagyonilag, erkölcsileg, mindenféle szempontból, és hogy ebben őnekik szerepük van. Na most ebben most végeznek az első hallgatók, tehát a 4 éve, akiket fölvettünk, azok most kezdenek kifutni mindenütt, tehát ez egy nagyon új terület most. Nálunk itt Nyíregyházán a most végzett hallgatók egy olyan egyesületet hoznak létre, amelyben éppen a többieknek segíteni, eligazodni. Tehát egy ilyen egyesületet, roma egyesületet formálnak most a gyakorlatilag számára. Viszik tovább azt a dolgot, amit kialakítottak. Időnk elfogyott, de még mindenképpen azt arról néhány mondatot azért mondjon nekünk, hogy ugye ez a program ez most július végével lezárul, ez a pályázati ciklus. Lesz-e folytatása ennek, mit tudnak, lesz-e olyan pályázati lehetőség, hogy tovább működjön ez a projekt? Igen, az EMMI illetékes államtitkárságával vagyunk ezzel kapcsolatosan folyamatosan tárgyalásban. Lesz egy következő pályázati kiírás reményeink szerint, ahol minden roma szakkollégium indulni tud, pályázni tud. Ha itt a pályázati lezárás és az új pályázati indulás között lesz egy csúszás, ami elképzelhető, akkor a minisztérium vállalta, hogy hazai forrásból finanszírozza a szakkollégiumoknak a működését, hogy ne legyen működési zavar, és tovább tudjuk vinni itt meg az ország különböző pontjain ezt a nagyon fontos szolgálatot. Laborci Géza, nagyon szépen köszönjük, hogy vendégünk volt a műsorban. Én köszönöm az érdeklődést.